Kilenc csapat kezdte el a mérkőzéseket a harmadik gerjeni 3000-es tornán, amelyet Kovács Antal nyitott meg azzal a gondolattal, hogy minél több pénzt tudjanak gyűjteni a résztvevők a jó ügy érdekében, sérülésmentesen. Romhányi Károly gerjen polgármester elmondta, az elmúlt évek sikerén felbuzdulva úgy gondolták, idén sem maradhat el ez a jótékonysági esemény, amelyre ismét megkívásos alapon érkeztek a csapatok. Minden évben, az elmúlt években is törekedtünk gyakorlatilag arra, hogy olyan csapatokat hívünk, akik azért mégiscsak egy picit rokon területről, vagy itt a Paksi Atomerőm vonzás körzetében, mondhatom azt talán szoros együttműködésben vannak, hiszen a nukleáris területről próbáltunk cégeket hívni előző évekhez hasonlóan rendvédelem területén, közigazgatás, egészségügy területén, és hát ez egy nagyon fontos egyvelege ennek az egésznek, és én bízom benne, illetve látom azt így a rendezvény során, hogy azért a csapatok egymás között is nagyon jó beszélgetéseket tudnak folytatni. Nagyon fontos, hogy megismerjük egymást, szereplők megismerjék egymást, és közösen valami jót cselekedjünk. A 3000-es torna szellemiségéhez igazodva minden résztvevő és néző legalább 3000 forintot fizetett be belépéskor. Idén 756 ezer forintot gyűjtöttek össze, amelyet most a Tolna megyei Balassa János Kórház gyermekosztályával foglalkozó alapítványnak adhatott át Gerjen polgármestere. Hát nagy megtiszteltetés, elsősorban azt tudom mondani. Anyagi segítség is, ugye a kórházunk gyermekosztálynak az alapítványát támogatja a rendezvény a bevételével, de azt gondolom, hogy az anyagiakon túl nekünk az is nagyon fontos üzenet, hogy a kórház, a kórházba végzett munkát támogató emberek jöttek itt össze, tehát az anyagi támogatáson túl az erkölcsi támogatást is rendkívül értékeljük. Azt gondolom, ez fontos üzenet minden munkatársamnak. A bajnoki címet a PIP Nonprofit Kft. Nyerte meg, második a Paksi Atomerőmű Padosz csapata lett, harmadik pedig a Rendőrség Tolna megyei csapata.